Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tartsunk egy gyors hangpróbát, lehet engem hallani. Nagyszerű, köszönöm szépen! Kezdjünk pár érdekességgel, amit itt kigyűjtögettem a hétvége során. Első körben egy pénteki elemzés, hogy amit a portfólió cikkhasábján is olvashatok, tehát mindenki számára hozzáférhető volt. Az olajra tettem ki egy kis elemzést, illetve az, hogy itt ebben az 58-60 dolláros tartományban az én nézetem szerint egy vételi tartományba értünk, és akár egy nagyobb felpattanás is következhet. Ugye részleteiben itt lehet olvasni, hogy miért gondolkodtam így. Az biztos, hogy itt az elmúlt egy hónapban ugye az olajban hatalmas zónás volt, több mint 20%-ot esett az árfolyam, és az, hogy így egymás utáni, nem tudom, én többféle statisztikát olvastam, hogy 10 nap, meg itt 5 hét, hogy ilyenre már nem tudom, 3 évtizede nem volt példa, úgyhogy mindenképpen jelentős mozgásról van szó, bár mondjuk, hogyha itt ránézek a grafikonra, akkor ez a mozgás itt azért egészen jelentős volt itt még 2015 tavaszán, kora nyarán, úgyhogy mondhatni, hogy ilyen szempontból olyan semmi extrém nem történt. Ugyanakkor az mindenképpen extrémnek számít. Két dolog, ugye a DSI értéket említettem meg, hogy 17 volt, és hogy pénteken tovább esett, de azt is mindjárt megnézzük. A másik a határidős piac volt, amire pedig itt van egy grafikonom. Ugye a lila mutatja az olaj árfolyam mozgását, a sárga az pedig azt, hogy a határidős piacon hogyan alakulnak az állományok. Jó lehet látni, hogy azért itt az elmúlt években standarden nettó longban volt a piac, és ez itt az idei évben, 2018-ban, évelején az első egy-két negyed évben tetőztünk, illetve ebben az emelkedésben is, hogy haladt föl-föl az olaj árfolyama, igen magas szinteken volt a határidős piacon a long állomány. Viszont az, hogy az elmúlt 5 hétben elkezdett esni az olajárfolyama, az a határidős pozícionáltságban is egy jelentős átrendeződést okozott. Gyakorlatilag több mint a fele, azt hiszem ilyen 60-70% a long pozícióknak leépült. Tehát az egy nagy rohanás volt kifele az ajtón, és úgy tűnik, hogy újra szűknek bizonyult az ajtó. Tehát jelentős átrendeződés volt. És ha megnézzük így az elmúlt éveket, akkor körülbelül a határidős long állomány az visszatért valami nagyon normális szintre, vagy az elmúlt időszakoknak körülbelül az alsó harmadába. Úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy egy óriási takarítás volt a piacon, és nem lenne meglepő, hogyha innen egy nagyobb felpattanás jönne. Erre ugye a hétvégén jöttek a különféle hírek, hogy az OPEC gondolkozik a kínálat csökkentésén, mert hogy túl kínálatos a piac, Szaúd-Arábia most azon gondolkozik, hogy talán 1 millió hordóval fogja vissza a termelését. Holott azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt fél évben Amerika, oroszok és a szaúdiak tovább bővítették a kitermelést, tehát nem csoda, hogy túl kínálat van, és nem csoda az sem, hogy az olaj ilyen szempontból esni tudott. És akkor nézzük meg a többedik elemét ennek a láncnak, ugye ígértem itt a DSI táblázatot, hogy ez a pénteki adatokat mutatja. Itt van az olajnak a sora. Pénteken 12 volt, ugye csütörtökön 17, szerdán 24, múlt hét kedden 29, 33, tehát egy rohamos leépülést lehetett látni. Ugye ez október elején 94-95-ös értéket vett föl az olaj, tehát az extrém optimizmusból most az extrém negatív tartományba mentünk át, tehát ez is indokolhatná azt, hogy lássunk egy nagyobb felpattanást az olajár folyamában. És jelen pillanatban ez elkezdődött. Ugye pénteken még csak minimális jelei voltak, ma viszont most már ilyen 61 dollár fölött mozgunk. Ha már itt vagyunk a DSI-nél, nézzünk meg még egy-két extrémet, hiszen egy-két extrém dolog történik a piacokon. Kiemelném az eurónak a szentimentjét, az 14-nél van, és vélhetően a mai eséssel, hogy 1.13 alá kerültünk, ez további extrém tartományba mehet le, úgyhogy az euró-dollár is alapvetően
a héten, mondjuk azt, hogy talán egy fordulat közeli állapotba kerülhet. Japán jen 13-as, tehát a japán jenre is extrém negatív a szentiment. Ugye ez dollár japán jenbe lefordítva az, hogy emelkedik, emelkedik, emelkedik az árfolyam, de hamarosan esetleg ott is jöhet egy megálló. A brit font is, ugye a mai nap ez is jól extrémebb tartományba kerülhet, pénteken 16-os színnél volt. Szintén extrém a földgáz, 90-es. A földgáz az pedig alapvetően kicsit ilyen túl értékeltnek tűnik, tehát abban is közel lehetünk akár egy korrekcióhoz. Arany, ezüst azok standarden ott mozognak, itt is nagyobb visszaesések voltak a héten, tehát a 11.9-es, ezekről külön fogok még beszélni, és mi van még, ami esetleg extrém, a többi azt talán nem tűnik annyira extrémnek, úgyhogy ezeket a termékeket úgymond fel lehet venni a figyelő listára, kereskedési ötletekre. Jó, a következő finomságot azt majd később dombon benézünk, meg most pár grafikont kezdjünk, akkor az olajjal. Ugye az olaj, ugye van egy nagyobb emelkedő trendvonalunk, az pont itt ebben az 58-60 dolláros tartományban fut. Vannak itt különféle vízszintes vonalaink, tehát támasz zónánk, illetve ennek a legutolsó nagyobb emelkedésnek az 50%-os korrekciós szintjét csináltuk meg. Illetve említettem múlt héten is, hogy az évelei nyitó szintén 60,50-60,60 környékén van. Az is sok esetben lehet egy fogódzó, vagy egyfajta vízválasztó szint ebben a mozgásban. 4 órás grafikonon folyamatosan eresi divergencia mellett történt az esés. Jelen pillanatban van egy felpattanás, és hogyha folytatódna ez a mozgás, azt sem tartanám elképzelhetetlennek, hogy a héten, ez nagyon az optimista szenárió, hogyha a héten mondjuk egy ilyen úgynevezett ilyen V-shape recovery történetben tudnánk emelkedni. Mondhatni, hogy a táptalaj megvan hozzá. Ugye ebben az esetben, hogyha azt gondoljuk, hogy ez az esés jelen pillanatban még egy befejezett mozgásra utal, és erre húznék Fibonacci szinteket, akkor a 38.2-es szint az olyan 65-70 környéki jönne, ugye ami egy nagyobb letörési szint, de ugye ettől egyen lejjebb van ez a letörési szintünk, az olyan 64 dollár környéke. Úgyhogy mondanám, hogy ebben a felpattanásban ezek lennének a minimum várakozási szintek. Én hogy az elmúlt egy hétben így fontosan vásárolgattam az olajból, 62 félnél kezdtem el, és még pénteken is adtam hozzá. Nyilván pozícióból is beszélek. Mondhatni, egy picit korábban kezdtem el a vételeket, ugye itt ebben a zónában, hogy itt már elkezdődött a divergencia kilakulni, de extrémebb volt az esés. Én most azt várom, hogy elinduljon egy emelkedés. Ami a másik, hogyha már itt az árupiacokkal kezdtem, ugye az arany, ami szépen fontosan csorog lefele, itt is amúgy pozícióból beszélek, itt már korábban, most még a szabadságom alatt kezdtem el ezeket megnyitni, október 26-án és november 1-én, alapvetően egy 1235-ös átlaggal vagyok az aranyban short irányba. Ugye itt, amit most már egy hónapja mondok, hogy addig, ameddig nem tudunk érdemben itt az 1235-40-es tartomány fölött zárni, illetve ahogy látszik, ez egy három hullámú mozgás fölfele, elég nagy az esély arra, hogy az arany akár újabb mélypontok felé menjen. Ezt alapvetően továbbra is tartom, és nyilván itt ezzel párhuzamosan érdemes figyelni a dollár-yuan árfolyamát is. Ugye a yuan is itt az elmúlt napokban újra felfelé indult, és jó eséllyel neki fogunk szaladni esetleg a hetes színnek, hogyha fölé megyünk, ezzel a mozgással párhuzamosan valószínűleg az arany pedig lefelé mozgást fog majd produkálni. Úgyhogy ez egyelőre zajlik. Ugye jelen pillanatban most itt az aranyban egy lehetséges támasz zónában vagyunk itt 1205 dollár környékén. Ha a csúcstól nézzük, akkor jelen pillanatban ez is lefelé egy három hullámú mozgás az ideális 100%-os színnél.
negatív az lenne itt az árfolyam szempontjából, hogyha mondjuk ez az 1195 dolláros szint alá tudna bukni, mert akkor lehet, hogy egy gyorsuló esés következhetne be. És tegyük hozzá, hogy szezonálisan nyugodtan elő lehet most már szedni ezeket is. Hol is van az a grafikonom? Lehet, hogy itt hátrébb. De akkor kezdjük el leporolni szerintem ezt is. Az elmúlt 3 évben, ugye decemberben rendre Fed kamatemelés volt, és a piac is most ugye Fed kamatemelést vár újfenn decemberben. Sárgával jelöltem, hogy hol történtek meg ezek a kamatemelések. Ugye rendre, amikor kamatemelés volt, az elmúlt 3 évben, majd decemberről beszélünk, az arany akkor fogott mélypontot, vagy ott még egy-két napig tudott esni, és utána egy nagyobb emelkedés következett. Előtte viszont folyamatos esés bontakozott ki a piacon. Most is ugye itt vagyunk november derekán, elkezdtünk esni, elképzelhető, hogy a Fedig szintén az arany mondjuk esni fog. Ugye minimum várakozás, vagy lehetséges várakozás ugye az 1180-as szint, aztán 1160, ha pedig tovább eszkalálódna itt az esés, akkor akár valahol ebbe a tartományba is lejöttünk. Tehát egy lehetséges szenárió, hogy körülbelül egy hónap múlva lesz, most nem tudom pontosan, hogy melyik héten lesz a Fed kamat döntés, hogy addig az aranyár folyama esetleg szépen csordogálhat lefelé. És esetleg majd valahol itt ebben a tartományban fogunk egy nagyobb mélypontot, és kezdünk el emelkedni. Úgyhogy érdemes szerintem ezt is kiemelni az aranynál. Ugyanez áll az ezüstre is, bár ez talán lejjebb vagy előrébb halad az esésben, de itt nem is volt olyan intenzív a talpraállás az elmúlt pár hétben, úgyhogy az ezüst is gyenge. Vélhetően az ezüstben is lesz egy újabb mélypont, de talán lehet, hogy nem fog akkorát esni, vagy potenciálisan nem biztos, hogy akkorát kell esnie, mint az aranynak. Összességében nálam hosszú távon az ezüst is felhalmozási ajánlással fut, egyelőre trader szobában még nem tettem ki, de ezekben az aranyezüstben a következő 1,5-2 évben én alapvetően nagyobb emelkedést várnék. Nézzük meg a következő termékünk, az euró dollárt. Itt már alapvetően mondjuk azt, hogy pénteken már látszódott, illetve a zárásnál, illetve a mai nyitásnál látszódott, hogy nem fogunk megállni itt az 1.12.91 színnél, úgyhogy itt a verziók azok, ami esetleg egy potenciális flat korrekció lehetett volna, az ugye kuka. Ugye új mélypontot ütöttünk, nézzük, inkább kezdjük messzebbről, kezdjük egy hetessel. Ugye hetessel, amúgy a 207-es mozgó átlag alatt vagyunk egy picivel. Ugye az elmúlt időszakban, hogyha most végignézek így körülbelül az elmúlt másfél évet, ugye a 207-es mozgó átlag környékén általában megálló volt, vagy aztán egy lassabb fordulat. Itt most jelen pillanatban alatta vagyunk. Kérdés megint, hogy ebből látunk-e esetleg egy fordulatot. Technikailag egy picit változtak csak mondjuk a számozások, bár most sem zárható ki az, hogy esetleg ez itt egy nagyobb flat korrekció legyen, és akkor picit összetettebb módon, de mondjuk egy nagyobb hármas szerkezetben vagyunk most benne, és akkor innen jöhetne egy ötös. Tehát a lehetséges szenárió között ez ott van. Ebben még természetesen benne van az is, hogy lejövünk akár ilyen 1.12-ig, vagy 1.12 alá. Nekem én megint csökkentettem az euró-dollár longokból, nyilván veszteséggel, de alapvetően lesem a pillanatot, hogy mikor tudok hozzáadni. Tehát én alapvetően euró-dollár long párti vagyok, ez nyilván egyfajta elköteleződés jelent, ami nem biztos, hogy szerencsés, de alapvetően egy hosszabb távú elképzelésem van ezzel kapcsolatosan, tehát lehet kígyót békát mondani erre a dologra, nálam ez a stratégia, így gondolkodom, lehet ettől eltérni, ezért vannak ott a stoppok. Nyilván a másik lehetőség pedig az,
hogy ez mondjuk egy befejező ötödik hullám, akkor akár szintén sokkal, de sokkal mélyebbre mehetünk, de mondjuk látva a DSI értékeket, azt gondolom, hogy itt a következő 100 pipen belül, hogyha egy további esés lenne, jó eséllyel egy mélypontot, vagy akár egy nagyobb mélypontot láthatunk, és abból jöhet majd egy fordulat a piacon. Ezt egyre nem is nagyon akarnám tovább ragozni, mert körülbelül így néz ki a történet. És ha esetleg itt ez egy negyedik hullám, akkor ez itt lehet egy ilyen, akár egy ending diagonál-szerű történet is. A másik, amit egy picit sajnálok, pedig még pénteken örültem neki, ugye az elmúlt héten mondtam, hogy a font dollárban alapvetően nálam ez a mozgás egy öt hullámú mozgás, és alapvetően visszafelé várnám. Itt ebben a tartományban én shortokat nyitottam, és pénteken itt 1.29.80-nál zárogattam is őket. Itt a hétvégén megint Brexit-tel kapcsolatos, most éppen negatív hírek jöttek, úgyhogy geppel estünk be, és egy 100 pippel lejjebb vagyunk. Úgyhogy ebben akár még több is volt. A másik oldalon vagyok még benne eurófontban, itt 87-10-nél vettem belőle, stop az körülbelül nullában is van, itt is van egy geppes nyitás, egyelőre azt tartjuk. Itt is egy izgalmas kérdés, hogy mi fog ebből kisülni. Egy kicsit hosszabb távon nézve ez az egész, nem is tudom mennyi ez itt, A, B, C, D. Tehát ez a két-két és fél éves mozgás akár lehet egy nagyobb háromszögezés, és akkor pedig itt valahol ebben a 86-87-es tartományban egy mélyponttal esetleg emelkedés. Lehet egy másik szenáriót is futtatni, akkor meg azt lehetne mondani, hogy itt egy nagyobb esésben, egy impulzív esésben vagyunk, és akkor további mély esés jöhet. Lövésem sincs, hogy melyik lesz. Alapvetően most technikai oldalról vizsgáltam a belépési pontot. Divergencia van naposon, 4 óráson is sokszoros divergencia volt, stop már nullában, talán magasabbra is mehetünk itt több tételben. Ami ugye kikerült trader szobába, és én elkezdtem pozíciót nyitni benne, ausztrál dollár, szépen visszajöttünk a támasz zónába, úgyhogy bekötött a trader szoba hiteli ötlet is, úgyhogy nálam is ausztrál dollár, amerikai dollár pozícióban nyílt long. 1, 2, 3, 4, 5, akkor ez egy 3-as hullám, és az lenne a várakozás, hogy ebből esetleg egy újabb csúcsot csináljunk. Hasonló amúgy az új-zélandi dollár is. Nálam itt is bekötött, azt hiszem 67-10-nél egy long pozíció. Most reggel itt volt ugye egy 1-es, 2-es, az emelkedő csatornából kitörés, visszateszt, begyorsulás 3-as, potenciális 3-as, és most egy visszafele mozgás, 4 órás szinten mozgó átlagok tartományában. És itt jelöltem magamnak előre, hogy itt a sárgával jelölt tartomány, hogy valahol itt várnék egy fordulatot. Nálam, hogy bekötött ilyen szempontból egy long pozíció, itt is az lenne a várakozás, hogy ez tovább tudna menni fölfelé. Ugye a napost nézzük. Egy ellenállási zónában vagyunk, de ebből még ugorhatunk egyet. Mondjuk, hogy ide 68-50 környékére, és körülbelül ott fog megérkezni a 200 napos mozgó átlag is. Dollár japán jen. Itt fontosan feszítik a húrt, ugye a részvénypiacokon jó hangulat van, ezért a dollár japán jen is tud emelkedni. Itt is egyelőre csak egy három hullámú korrekció volt ez, 100%-os szintet érintve. Ugye így volt a csatornánk, kimentünk megint új lokális csúcsra. Divergencia van, közel van a napos csúcs is. Ha esetleg a részvénypiacok itt a következő egy-két napban tovább emelkednek, egyáltalán nem kizárt, hogy itt egy újabb csúcsot csinálunk, akkor viszont
talán meg lesz itt ez a hármas csúcs is, és abból jött a lefordulás. A véleményem alapvetően nem változott, a dollár-japán jenben egy nagyobb lefordulást várnék majd. Aztán, hogy létrejön vagy sem, azt nem tudom. Egy biztos, hogy egy kulcsfontosságú szint környékén vagyunk itt a hetes grafikonon. Nyilván itt e fölött a szint fölött akár nagyon sok stop lehet, tehát simán beleférhet az, hogy a piac fölmegy, kiveszi a stopokat, és majd csak ezután fordul be. Ha már ilyen párok, akkor itt is vannak érdekességek. Nekem euró-japán ilyen shortjaim vannak. Ezt is itt alapvetően ebben a mozgásban nyitottam. Ez is ugye múlt héten elemzésre került, hogy egy ellenállási zóna, illetve a 200 napos mozgó átlagnál vagyunk, és potenciálisan ez fölfele egy három hullámú emelkedés. A 100 és 123 hatos tartományban jött két doji, és erre pénteken egy leforduló gyertya, és ma pedig egyelőre egy megerősítésben vagyunk. Úgyhogy mondhatni, hogy amit az euró-dollár longoknál picit vesztettem, azt az euró-japán shorttal tudom kompenzálni. De az esésnek az 50, vagy az emelkedésnek az 50%-os fibójánál vagyunk, a 61.8-as az ugye picivel lejjebb van. Trendvonalunk is tört. Alapvetően azt tudnánk mondani, hogy talán egy csökkenő trend volt itt szeptember és októberben, abból jött egy nagyobb korrekció, és most megint az ellenirányú trendvonal is megtört, és haladunk lefele. Hasonlót lehet látni, hogy a font japán jennél is, ez is fölment az ellenállási tartományunkban, napos gyertya, napos idősík, hármas gyertya kombinációval pénteki megerősítésre egy nagy lefordulás, 200 napos mozgó alatt vagyunk. Lehet, hogy itt ebben a zónában lesz egy kis normalizálódás, ugye körülbelül ugye itt járunk. Ez eddig lehet mondjuk csak egy három hullámú korrekció is. Tehát itt lehet, hogy jön egy kis konszolidáció esetleg valami ilyesmivel. Ha tovább akarna esni, akkor lehet, hogy így megyünk tovább. Ha meg csak ennyi lett volna az esés, akkor meg nyilván ez is egy lehetséges zóna a nagyobb felpattanásra. Kérdés, hogy az euró-dollárban hol lehetne beszállási pontot találni. Jelen pillanatban azt mondom, hogy mivel a letörési szintek alatt vagyunk, ezért nyilván célszerű valamilyen fordulatot, fordulós gyertyát megvárni. Ha a napos zárásokat nézzük, mindenképpen szükség lenne arra, tehát nézzük itt sorjában, mondjuk azt, hogy talán a legpozitívabb az lenne, hogy ilyen 1.1350 fölötti zárás, az egyik. A másik, ami nyilván sokkal messzebb van, az, hogyha még 1.15-öt ki tudná venni az árfolyam. Ez nyilván nem a következő egy-két napban lesz, véletlenül nem akkor lesz, de ha ezen szint fölé tudunk emelkedni majd a következő időszakban, az egy jelzés lehet, hogy bent lehet a mélypont, és mondjuk, ha most csak így egy sematikus, vagy egy mondjuk egy reménybeli árprád, de tök mindegy, hogy fogalmazok, felvázolok, akkor esetleg valami ilyesmit kellene várnunk ebben az esetben. De jelen pillanatban ugye erre nincsen jelzésünk, egyik idősíkon sincsen divergencia, úgyhogy egyelőre inkább a kivárás lenne javasolt. Ugye még egy támaszkodót tudunk mondani, mondjuk, hogy itt van ez a csökkenő trendvonalunk, hogyha ebből fölfelé ki tud törni az árfolyam, mert akkor mondjuk egy belépés itt, potenciálisan, hogy ez lenne a mélypont, akkor ide a stop szintet, és akkor innen lehetne azt várni, hogy emelkedni tudjunk. Felhoztátok itt az euró-ausztrál dollárt. Az euró-ausztrál dollár naposan nézve egy nagyobb támasz zónát közelít. Itt megnézzük az elmúlt egy évet, akkor ez egy olyan tartomány itt, ami hozhat amúgy egy felpattanást valahogy ebbe a zónába. Itt a 200 napos mozgó átlag, itt a következő sárgába jelölt ellenállás szint, illetve trendvonal, hogy az euró-ausztrálban lehetne valami ilyesmi. Ugye, azért, mert támasz zónában vagyunk. Jó, nézzük meg pár indexet.
DAX nem tudja alapvetően eldönteni, hogy mit akar a DAX. Itt is lehetne több olvasat, lehetne itt egy A, B, C, és akkor ez itt már mondjuk egy 1-2, de ez nem lenne szabad új mélypontra esnie. Lehet a mozgás amúgy egy 1-2-3-4, és hogyha új mélypontra megyünk, akkor esetleg egy 5, akkor ebből egy talpraállás, és ebből megy zakó. A, B, C, X, lehet ez, igen, valami ilyesmi. Túl sok variáció van itt a DAX-ra. Mindenesetre itt ugye geppel nyitottunk ma, és pillanatok alatt be is zártuk, és le is fordultunk. Nem látom erősnek továbbra sem a DAX-ot, tehát ha a napos grafikon nézzük, napos RSI 50-es színnél elakadás, egyelőre rejtett divergencia is, ez egyelőre negatív jelzések így egymás után. Ugye ebben a felfelé mozgásban egyelőre még ezt a letörési szintet sem tudtuk tesztelni, nyilván mondjuk ezt igen, de nem látom azt az átütő erőt a DAX-ban. S&P ideális helyről kezdett el korrekciózni csütörtökön pénteken, ugye 61,8-as szint ellenállási zóna, és abból korrigáltunk szépen vissza. Egyelőre itt is egy rövid távú támaszzóna környékén mozgunk. Azonban itt az amerikai piacokra is többfajta verzió van, tehát az egyik az, hogy lehet, hogy csak ennyi volt a felfelé mozgás, és innen akkor egy nagyobb aláhullás következik. Szezonálisan ugye november-december általában egy erős időszak szokott lenni, lehet, hogy most is ezzel állunk szemben, lehet, hogy ebből a korrekcióból feljövünk ide, és valahol itt történik meg a lokális csúcs, egy alacsonyabb csúcspont kialakításával, és majd ebből jövünk lefelé. Nyilván az erősen optimista, de egyáltalán nem kizárható szenárió, hogy elő fogjuk akár új történelmi csúcson látni az S&P-t, mint sem, hogy egy nagyobb esést lássunk, és majd csak valamikor jövő év első negyedévében jön majd a nagyobb aláhullás. Éppen ezért szerintem tradinget lehet csinálni az S&P-ben, lehet pozícióépítésben is gondolkodni. Nálam alapvetően a hosszabb távú stratégia továbbra is az lesz, hogy a nagyobb emelkedésekben a shortnyitást fogom preferálni, addig pedig alapvetően mind a két irányba próbálok trédelni. Nálam most egyelőre ennyi az S&P. Nasdaq hasonló, annyival gyengébb, hogy ez nem tudott följönni a 61,8-as szintig, illetve eddig az ellenállási zónáig. Kiestünk ebből a kis emelkedő trendvonalból, és most éppen ennek a visszatesztjében vagyunk. Így sem lenne meglepő, hogyha mondjuk látnánk legalább egy lefelé mozgás most rövidebb távon, aztán majd eldőlít, hogy merre. Ha már Nasdaq, akkor az elmúlt fél évben többször beszéltem arról, hogy a svájci jegybank, ha valamelyik jegybank, akkor a svájci jegybank az unortodox politikát folytatja, nem úgy, mint az MNB, mert a svájci jegybank az elmúlt egy-másfél évben keményen beleállt az amerikai piacokba, és nagyon sok részvényt megvásárolt, pláne ugye a nagyon menő részvényeket, mint Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, és a többi, és a többi. Apple-ből eszméletlen mennyiségű részvénnyel és kitettséggel rendelkezett. Összességében a Q3-ban is a svájci jegybanknak 90 milliárd dollár, itt van lebontva, ha az elmúlt időszakokat nézzük, hogy mennyire beleállt az amerikai piacokba, 90 milliárd dolláros amerikai részvényportfólió kitettsége van.
Gyakorlatilag azt mondják a szakértők, hogy a svájci jegybank gyakorlatilag a semmiből kreált pénzt, frankot, azon dollárt vett, tehát alapvetően a svájci frankot is gyengítette, a dollárból pedig amerikai részvényeket vett. Ezáltal is jelentősen megtámogatva az amerikai részvénypiaci emelkedést. Sőt, alapvetően azt írek, átküldöm nektek a cikket, aztán ebben el tudtok magatok is otthon mélyedni, hogy mik vannak leírva a cikkben. Azt írják itt, hogy olyan részvényportfóliója van a svájci jegybanknak, ami 1 milliárd dollárnyi osztalékot generál számára. Na, cikkben arról van szó, hogy a svájci jegybank mit ad Isten kb. Megjósolva a piacok tetejét, az Apple-ből értékesített 1 millió darab részvényt, meg több másból is azért kitározott. Hogy van, eladott 1,1 millió Apple részvényt, közel 900 ezer darab Microsoft részvényt, 44 ezer Amazont, 83 ezer Alphabet, 296 ezer Facebook részvényt, Exxonból is adott el. Szóval játszik keményen a svájci jegybank, de még így is azért jelentős portfólió kitettsége van. Úgyhogy ezen az unón ortodoxia, nem a kamatcsökkentés, meg az ilyen eszközvásárlási programok, mert az mindenhol máshol megvolt. Szóval egy érdekes olvasmány, érdemes kicsit elgondolkodni ezen is. Jó, euró, forint, kávé. Kérdezik, amerikai ünnep ma. Amerikában bankszünnap van ma, viszont nincs, én azt néztem, hogy nincsen kereskedési szünnap. Kereskedési szünnap majd csak 22-én lesz, akkor lesz Thanksgiving, akkor lesz kereskedési szünnap. Én ma azt néztem, hogy nincsen szünnap, csak bankszünnap Amerikában. Na, akkor nézzük euró forint. Egyelőre tartja magát a háromszög verziónk. Körülbelül ennyit lehet szerintem hozzátenni továbbra is. Ennél többet én jelen pillanatban nem tudok. Ha háromszög, akkor valonnan, ahol most vagyunk, onnan kéne pattannia. Stop szint pedig itt, célár pedig valahol ebben a zónában. Ugye a dollár-forint is eldöntötte az irányt, ugye itt múlt héten mondtam, hogy egy-két napon belül el kell dőlni, hogy melyik irányt akarja. Jelen pillanatban ugye úgy néz ki, hogy a trendvonalról tudtunk fordulni, és jelen pillanatban kezd inkább az a szenárió nagyobb létjogosultságot nyerni, hogy meg lesz itt az új csúcs, esetleg itt ez a 288-290-es tartomány, akkor ez itt 5 hullám fölfelé, és mondjuk esetleg akkor jöhet egy lefordulás belőle. Nyilván ebből kiindulva, itt 2,85-nél már nem feltétlenül venném meg a dollár forintot, csak azért, hogy 2,90-et elérjük, mert túlon-túl a hozam kockázat arány az már leromlott. Longra alapvetően itt volt lehetőség a trendvonal miatt. Mi volt még a kérdés? Kávé. Azt hiszem, hogy a múltkor is azt mondtam, hogy hosszabb távon itt alapvetően emelkedés várnék, a rövid táv az most még kérdéses. Alapvetően ez itt lehet egy impulzív emelkedés, és akkor ez itt valami zászlózás. Nem zárnám ki azt, hogy ez itt 3-3, hogy esetleg innen lejöjjünk ide, és majd esetleg innen próbálkozunk majd az emelkedéssel.
Ugye itt ebben a zónában amúgy is azért egy nagyobb ellenállás is van. Jönnek a kérdések. Milyennek a tükörje? Na mindegy, szóval kérdésként jött a Bauschelt, akkor még nem hoztad be. Egyre nem tudom plusz információval kiegészíteni, azon kívül, hogy ugye fontosan emelkedő csúcsok, emelkedő mélypontok azon jellemzik az árfolyam görbét. Itt most már napok óta alapvetően oldalazás van, meg dodzsizás. Itt a napos grafikonon. Azt sem zárt, hogy lesz egy újabb csúcs, de alapvetően újra megint egy konszolidációt várnék majd valahogy itt ebben a zónában. Volt Diamond Offshore. A Diamond Offshore visszajött egy támasz zónába, pénteken pedig kirakott ide egy napos fordító gyertyát. Ez alapján, illetve látva az, hogy ma mondjuk az olaj egyre felfele tud menni, ez alapján ez itt egy támasz zónában egy lehetséges vételi jelzést ad. Lufthansa és erője. Úgy látom, a Lufthansa szépen megcsinálta itt a októberben, ennek a mozgásnak a 161,8-as szintjét. RSI divergencia mellé tudott fordulni, és most szépen a minimumot egyre elértük, visszateszteltük a letörési szintet. Ugye, trendszerűen egyelőre továbbra is ez egy csökkenő trend, illetve egy ellenállási színnél vagyunk, és simán benne lett a pakliban, hogy innen újra lefordulás következzen. Nézzük meg kicsit visszamenve hosszabb távú grafikonra. Hosszabb távú grafikont ugye nézzük, akkor a 207-es mozgó átlag közeléből tudott fordulni az árfolyam, illetve van itt egy trendvonal nálam behúzva 2007 és 2014-es kvázi csúcsok összekötésével. Ugye itt is, itt volt a kitörés, meg egy visszateszt, úgyhogy ez is lehet amúgy itt egy lehetséges visszateszt tartományom, plusz ugye én be van nekem húzva, hogy ennek a nagy emelkedésnek a 61,8-as szintje volt itt szintén ilyen 17-17,50 környékén, úgyhogy szerintem legutoljára, amikor még októberben hosszabb szünet előtt beszéltünk erről, akkor ez volt egy lehetséges célárzónának meghatározva, sőt, most egy kicsit még ránagyítok, akkor 2 héttel ezelőtti gyertya, a hetes gyertya itt is egy szép fordítós történet. Tehát benne lehet az, hogyha itt kicsit visszakorrigálunk, ez itt potenciálisan lehet egy vételi próbálkozás, és nyilván akkor a stoppot ide kéne elhelyezni.
és itt hetesen is volt divergencia. Hát akkor most már így megfelelőképpen körbejártuk a dolgot. Úgyhogy itt szerintem lesz még egy kicsi visszahúzódás, és ha valaki longban gondolkodik, akkor azt lehet esetleg bekötni. Mi volt Hervé? Az Hervé egy 2 éves emelkedő trendvonalról tudott egyelőre pattanni. Ott is át kell váltanom hetesre, akkor látom, hogy ott a 207-es mozgó átlag is, tehát ez egy nagyon erős támasz színnek tűnik. Egy pillanat, csak behúzok mindent. Na tehát, ugye azt érdemes nézni benne, hogy volt egy nagyon impulzív esésünk. Azután jelen pillanatban ez a mozgás egy 3 hullámú talprálásnak tűnik, ami jelen pillanatban egy ellenállási színnél van. A napos eresét az 50-es, 60-as tartományban, tehát akár lehet, ha ez így marad az egész, akkor egyszerűsítsük a képetet. Tehát jelen pillanatban ez lehet egy sima 3 hullámú korrekció a nagyobb esés után, tehát innentől kezdve azt kéne figyelni, hogy az árfolyam meg tudja tartani ezt a szintet, ez mennyi ez itt, igen, 18-10, tehát ha meg tudja tartani ezt a szintet, akkor van esély arra, hogy ebből itt akár további emelkedés jöjjön. Szintén, aki a long oldalt preferálja, pozitív előjel lehet, hogyha elérjük ezt a 19-30-as szintet, ugye ez a 161-8-as kiterjesztés ugye ennek a mozgásnak, és akkor ez itt potenciálisan lehet egy nagyobb emelkedés kezdete. Nyilván ebből kiindulva akkor már benne van az is, hogyha itt valaki longgal próbálkozik, akkor a stoppot itt ezen szint alá kéne elhelyezni. Mert hogyha lejövünk ide és esik ez, vagy törik ez, akkor innen jó eséllyel lejövünk ide is megint. Szóval így raknám össze a lehetséges kereskedési tervet a saját stratégiáim szerint. Jó, és akkor utoljára még az EVZ-t megnézzük. Azt hiszem, a brazil ETF lehet. Most mi nem keres rá ezekre? Az EVZ lesz az utolsó. Most más termékeket nem nézek már meg. Feltéve, hogyha most betölti. Hát amíg ez betölti, addig tekintsünk ki a piacra. Na, DAX esik szépen tovább. Olaj is csordogál vissza. Dollár továbbra is erős. Na. Fura, mert nem keres rá itt a TradingView most ezekre a termékekre. A keresőben nem, a figyelő listámban ott van, és onnan megbetölti. Na, ez egy érdekes dolog. Na tehát akkor a brazil ETF.
támaszónában duplajról, RSI divergenciáról tudott fordulni. Ugye megvan itt a duplajból a kitörés. Szerintem most egy trendvonal ellenállásnál akadt el az árfolyam. Ugye sokszor van az, hogy a duplaj kitörésnél ugye az első körös lövés az való ott van, hogy a kitörés visszatesztben lehetne venni. Ugye a másik, amit mutattam, hogy gyakorta van az, hogy sokan figyelik ezt, esetleg mélyebbre megyünk. Az egyen mélyebb szint az ez. Tehát a vételben gondolkodnék, akkor nyilván ez lenne itt az első lövés, ez pedig itt a második lövés. Hogyha azt gondoljuk, hogy ebből esetleg egy kitöréssel magasabbra tudnánk menni. Jó, hetesre átkattintok. A hosszú távú kép alapján, ugye 7-es és a 2007-es, 2008-as csúcstól nézve, potenciálisan ez egy nagyobb ABC korrekció volt, és ez lehet itt egy új trendkezdemény, és akkor ebből volt itt egy nagyobb korrekció, és lehet, hogy valami ilyesmi indulhat belőle. Alapvetően szerintem a feltörekvő piacok izgalmas befektetési sztorik lehetnek, ha az amerikai piacok kikorrigálták magukat. Mondjuk az erős dollár még a feltörekvő piacoknak ugye nem tesz jót, ők mondjuk a gyenge dollárt szeretik, jelen pillanatban a dollár erősödik, úgyhogy nyilván ez is itt szerepet kaphat a mostani korrekcióban. Rendben, akkor ennyi lett volna mára. Köszönöm szépen a kérdéseket meg a figyelmeket. Csütörtökön, akkor a megszokott időben folytatjuk majd. Mindenkinek kellemes napot és jó kereskedést kívánok. Sziasztok!